Szóval az előző videóban említettem, a mai cél egy 210 mama hétfő, 210-205 kilós guggolás volt, és 205 kilót akartam eredetileg is megpályázni. Sikerült is megugolnom. Nem úgy ment, ahogy elterveztem, viszont jó guggolásnak mondom, mivel 210 kg a rekordom, és ez 205 kg volt, eléggé lassú volt, viszont ami pozitív, nagyon-nagyon pozitív, hogy nem tört meg a formám, nem görbült be a hátam, nem bent be a térdem, szóval végig meg tudtam tartani a pozíciót. Általában én hétfőtől vasárnapig szoktam dolgozni, de mivel vagy hétfőn, vagy kedden edzek, ezért a vasárnapi napod maximum 1 órakor be akarom mindig fejezni, és onnantól kezdve pihenés van. Ritkán alakul úgy, hogy rengeteg dolgom van, mint mondjuk előző vasárnap, tegnap, hogy hát egy 12-13 órát kellett dolgoznom, sajnos így jött ki a lépés, és úgy voltam vele, hogy alszok egy jót, sikerült 9 óra alvás, ettem, rengeteg vizet ittam. Úgy voltam vele, hogy meglátom, hogy mi lesz, felmegyek 170 kilóra, és onnan érezni fogom, hogy hogy is érzem magam, és 170 kiló elképesztően jól mozgott, hihetetlenül jó volt, és úgy voltam vele, hogy akkor menjünk feljebb, és felmentem 190 kilóra, ami egy kicsit lassú volt, egy nagyon-nagyon picit, és úgy voltam vele, hogy már nem akarom újra kezdeni mondjuk holnap vagy holnap után, mivel már 190 kilón vagyok, szóval menjünk rá 200 vagy 205 kilóra, és szerintem menni fog, az a kérdés, hogy hogy fog menni. Na szerda, ugorjunk szerdára, nézzük meg, hogy milyen lett a húzás. Most van hétfő, nagyon izgulok. Ja, nekem még az egy nap, másfél. Nektek meg egy másodperc. Na srácok, most van szerda, és most lesz a 245 kilós húzás, és ahogy alakult a mai napom és a tegnapi napom, tényleg így kell úgymond felkészülni egy nehéz edzésre. Tegnap kedden teljesen pihi nap volt, átlagos munkanap volt. Mai nap szerda meg úgy alakult, hogy teljesen üres volt a délelőttem, teljesen üres a délutánom, csak este lesz munka. Yeah, yeah. Yo, Black, it's time, word. First time, it's time, man. Alright, begin. Yeah, straight out the fucking dungeons of rap, where fake niggas don't make it back. I don't know how to start this shit. Rappers are monkey flipping with the funky rhythm. I be kicking, musician, inflicting composition. A pain, I'm like Scarface, sniffing cocaine, holding an M16. See with the pen, I'm extreme. Now, bullet holes left in my peepholes. I'm suited up with street clothes. Hand me a 9 and out, defeat foes. Y'all know my steelo, with or without the airplay. I keep some E and J, sitting bent up in the stairway. Or either on the corner, betting grants with the CeeLo champs. Laughing at bass heads, trying to sell some broken amps. G-packs get off quick forever. Na srácok, egy kis beszámoló végül is arra, hogy hogy megy az edzésem. Nyilván láttátok, hogy hogy megy. A deadliftről csak annyit, hogy egy nagyon picit jobbat reméltem, viszont erőszintileg jó volt, kicsit lehetett volna gyorsabb, viszont éreztem, hogy nem 100%-os a technikám, és pont ezért a másodlagos felhúzás napon inkább gyakoroltam egy kicsit, mint hogy követtem a tervünket, és hát mutatok egy képet, hogy ilyen volt a 200 kilós felhúzásom, és hát lehet látni, hogy ez nem éppen egy egészséges húzás, nem néz ki jól, és éreztem is egy kicsit az alsó hátamat, hogy nyírja, és nézzétek meg, ilyen a kijavított húzás, sokkal jobban néz ki, sokkal
nincs annyi görbület az alsó hátamban, sőt, szinte semmi. A vállam a rúd fölött maradt, tök egyenes a karom. Éreztem azt, hogy kicsit még fura ez az új beállítás, viszont jobban néz ki, érzem, hogy sokkal egészségesebb. Nem tudom, mennyi idő lesz az átállás, viszont jövő hétre beírtunk egy 260-at. Remélem, hogy jól fogom magamat érezni, mármint, hogy a felhúzások közben kicsit majd gyakorlok, és majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Ez az, hogy most van csütörtök, és tegnap volt húzásom, és nem éppen előnyös googolni felhúzás után, mármint az azt következő nap, de inkább gondoltam azt, hogy kedden pihenek egyet húzás előtt, és akkor szerdán húzok egy rohadt kipihentet, és igen, a rossz oldal az az, hogy így csütörtökön kell googolnom felhúzás után, de mégis úgy gondoltam, hogy az elsődleges húzás legyen a fontos, és inkább visszaveszek a másodlagos googolásomból, és így fog történni. Tegnaphoz képest ez fúra jó volt, mármint hogy a fekvőnyomásom hihetetlenül gyorsan fejlődik, ott a megváltoztatott technika kezd úgymond beérni, rohadtul erősödnek a vállaim, 36-ban nyomtam 6-ot és tök könnyű volt, ahhoz képest előtte nyomtam ferdepados nyomást, fekvőnyomást, szóval minden rohadt jó, aztán ferdepados nyomásba is nyomtam egy 8 ismétlést 44 kilóba, az is egy személyes rekord volt. Szóval váll, mell rettentően erősödik, de láttam is vizuálisan, hogy rohadtul fejlődik izomtömegre. Mindent egybevetve rohadtul örülök annak a tempónak, amiben jelenleg fejlődök, mivel rohadt sok munka van, és ennek nagyon örülök, és egyre több és több lesz. Nyilván ez a cél. Az edzésen kívül egyéb más dolgok is egyre nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjanak, és kapnak is hangsúlyt, és tökrölök, hogy ennek ellenére nem romlik az edzésem, sőt, fejlődök, haladok, jobban, mint valaha. Szóval mindent próbálok kőkeményen odarakni, amennyire csak tudom. Nyilván az előző egyévi, félévi önmagamhoz képest nézem önmagamat, és ahhoz képest szerintem rohadt jól fejlődök. Most van vasárnap, kirakom ezt a videót még, aztán hazamegyek, alszok, kezdenek lecsukódni a szemeim, aztán holnap 2-20-as googolás, 260-as felhúzás, az nem holnap lesz, de jövő héten. Nektek annyi lesz a dolgotok addig, hogy feliratkoztok a csatornára, írtok valami kommentbe, lehet rossz dolog is, annyira nem érdekel, aztán jövő héten találkozunk.